Sziasztok! Szervezés alatt van a következő, azaz harmadik Sterver. Nem akarom elkiabálni a dolgot, de ha minden jól megy, akkor a következő hétvégén már lehet jönni építeni. Egyébként ezt is egy hétvégésre tervezem, tehát pénteken megnyitom és vasárnap este lezárom. Aztán utána fölmegyek egyedül és csinálok egy videót, hogy miket alkottatok. Annyi, hogy most nem csak céltalan építkezés lesz, tehát lesz valami téma megadva. Szerintem egy fokkal így érdekesebb, talán. Na, de majd a részleteket később. Arra gondoltam, hogy a Stervernek nincsen logója, szóval ha van valami ötletetek, rajzoljátok meg és küldjétek el e-mailben. Kíváncsian várom, hogy milyen logót csinálnátok a Stervernek. Sziasztok! Elég gyakran kapok Minecraftos kérdéseket, tényleg így napi szinten. Ezek főleg parancsokról szólnak, hogyan lehet ilyen mobot idézni, hogyan lehet olyan tárgyat idézni, stb. Szóval ez a videó egy igazi hiánypótló lesz, ugyanis olyan linkeket gyűjtöttem össze, amik segítenek nektek megírni a parancsot, megírják helyettetek, azaz ilyen Minecraft parancsgenerátorok. Én egyébként nem szoktam ilyeneket használni, nekem kényelmesebb begépelni, meg hát sokat csináltam, úgyhogy egyszerűbb, mint keresgélni, hogy melyik oldalon mit lehet. Egy-kettő kivétel azért van, például a játékos fejnél meg bannerni azért kényelmesebb egy listából választani. Na, lássuk, hogy mik is vannak. Az első, amit szeretnék mutatni, mindjárt több generátor tartalmaz, a Minecraft Tools, például Armor Color, tök jó, meg lehet így színezni, meg lehet adni a páncélállvány, a páncél színét, rányomok a gombra, és akkor... Igen, itt úgy van, hogy ott ugye itt az RGB skálán választok, de nincs annyi szín a Minecraftban, úgyhogy hasonlóakat ad ki nekünk. Receptet is mindjárt mutatja. Tök jó, itt van ugye a kód, ezt kell másolni. Vagy mi van még itt? Bacon color. Gondolom ez is olyan, hogy kiválasztom a szint, aztán mutatja, hogy hogyan lehet összerakni. Tök jó. Ez mondjuk pont nem parancsot csinál. De ilyen hasznosságok vannak, érdemes ismerni ezt az oldalt. De nem mintha én nagyon ismerném, de látom rajta, hogy jók vannak rajta. Na, aztán ezt viszont szoktam használni, has.freshcall. Ja igen, ezek a linkek mind ott vannak a leírásban. Sőt, ha felvétel után találok valamit, majd azt is kirakom. Has.freshcall, itt játékos fejek vannak. Ide érdemes menni, illetve két lista van. Van egy ilyen alaplista, vagy ilyen main collection-nek hívják. Itt kategóriákra szedve vannak. Én jobban szeretem ezt... Na, megállt egy pillanatra. Ezt a nézetet, itt van ilyen, hogy light main collection. Ezt a nézetet egy fokkal jobban szeretem, mert így egyszerűbb kimásolni a parancsot. A másik nézetben a képre kattintva másolja a parancsot. A másik ez a User Collection. Itt meg a feltöltött fejekben lehet keresni. Ennek is van light változata. Rá is nyomok. És a keresőbe lehet beírni, amit szeretnénk. Például én szeretnék mondjuk trollt. Beírtam, hogy troll. Toilet troll. Az milyen? Ja, hogy toilet roll. Oké, jó van. Oké. Tehát tök jó. Egyébként, ha újat szeretnétek, akkor az valahogy úgy néz ki, bár én nem csináltam, tehát mivel van ez a hosszú lista, én nem gyártok már új fejeket. Régen, amíg egyszerűbb volt, addig én is csináltam. Hogy lecserélitek, bejelentkeztek a Minecraft.net-re, lecserélitek a skineket, és itt megadjátok a neveteket, a fejnek is adhattok külön nevet, és rányomtok, hogy Craft Command, ilyenkor elmenti a kódját, azt érdemes egyébként félrerakni, és aztán visszarakhatjátok az eredeti skineteket, és akkor lesz egy ilyen fej is, meg a skinetek is megvan. Aztán a következő egy banner generátor. Ezen elvileg van több is, itt vannak még, én őszintén szóval nem ismerem, én csak a bannerre szoktam használni. Itt tök jó össze lehet rakni a layereket, kiválasztom, hogy ilyen színű legyen, és ilyet rakjon rá, és ott van, itt ilyen rétegekbe fogja összerakni. Aztán rányomok, hogy give, akkor megkapom a parancsot. Látjátok, más kódot is lehet vele, például a set blokkal szeretném lerakni ezt a bannert, akkor arra kattintok, és megkapom a kódot. Aztán a következő,
Planet Minecrafton is van egy generátor, azt nem szoktam használni, most nem is keresem elő, valahol itt van. Én a lista miatt szoktam keresni, itt van egy, vagy használni, itt van egy tök jó banner lista, ennek is van keresője. Mondjuk olyat keresünk, hogy szán. De jót kerestem, mondjuk akkor kár, olyan szerintem van, nem, meg kell. Akkor mit tudom én, sword, olyan biztos, hogy van, használtam már. És akkor kiadja az olyan bannereket, amiken van olyan tag, vagy olyan névvel el vannak mentve, hogy sword. Aztán egy tarot generátor, illetve lehet más is, látjátok, itt lehet választani a parancsok közül, lehet ez könyv is, tábla, subtitle, meg title. Most nem megyek bele a működésébe, a texttel, aha, új szövegeket lehet hozzáadni. Igazából én sem nagyon ismerem, tehát mondom, ezekre csak így ránéztem, és ami szimpatikusnak tűnt, jó használhatónak, azokat így összegyűjtöttem. Természetesen írhattok a hozzászólásokban, hogyha találtok valami jobb generátort. Ez olyan normálisabbnak néz ki. Aztán, igen, ez az oldal, itt tudom, hogy van több generátor is, itt fönt választhattok, van ilyen, mondjuk nem ez, default generátor, itt van több is, armor, item, head, special generátor, biztos, én a villager shop miatt gyűjtöttem ezt ki, többször kapom a kérdést, hogy hogyan lehet ilyen saját boltot csinálni, például itt van egy generátor, kiválasztottam, milyen falusi, és mindenféle ilyen attribútumokat hozzá, igazából ez a lényeg itt a bolt, ha boltot akartok természetesen, hogy milyen blokkot, mondjuk ilyen ágy, meg redstone fákja, mondjuk abból egyet, ebből kettőt, és azért ad mondjuk dinnyét, és ötöt. Hányszor lehet használni ezt a cserét? Csak egyszer. És akkor tök jó, valahol. Itt közben rakja össze, gondolom, a parancsot. Aha, itt is van. Akkor ezt kell másolni. Aztán egy summon generátor. Erről még annyit sem tudok, mint az előzőről, mert ez tényleg csak olyan volt, hogy ránéztem. Ó, itt sokféle lehetőség van. Ja igen, tudom már, ezt főleg azért választottam ki, mert voltak olyan kérdések, hogy hogyan állíthatom be, hogy mit dobjon, és ezen be lehet állítani az, hogy mondjuk legyen egy Iron Axe nála, itt a fegyverszloton, át lehet nevezni, leírást is lehet adni, és itt van egy drop, és ha 100%-ra rakom, akkor ha meghal ez a mob, ami nincs még kiválasztva, mondjuk csonti, meghal ez a csonti, akkor kidobja a vasbaltát. Itt egy generate gomb, és ezzel is gyártja. És így láthatjátok a parancsot is. Azt egyébként mindig érdemes, aki szeretné egy kicsit jobban belásni magát, szeretné érteni, hogy tanulmányozza ezeket a kódokat. Ja igen, van itt egy ilyen sor, erre érdemes odafigyelni. Ha 1.9 arat csináljátok, ott kicsit változtak az MBT-k, itt erre kell kattintani, és akkor előjön egy másik oldal, ahol 1.9-re generálja a kódot. Aztán van itt még egy GIF generátor, itt is rengeteg beállítás van, például ez most kő, de nem mindegy, maradjon kő. Itt van, hogy mit lehet vele pusztítani. Aha, be kell írni. Jó, akkor be kell írni. És így, iron block, add, ott van, aha. Itt szépen hozzáadja. Jó, hát ez ilyen gépelős, tehát rá kell keresnetek, hogy mi az azonosítója, ha nem tudjátok, vagy Minecraftból kinézni. És mire lehet lerakni ez a camp place on? Ez stone volt odaírva, jó, hogy beírtam én is. És akkor is szépen összerakja a parancsot, itt alul látszik. Ilyenet is szoktatok kérdezni. Ez a generátor segít. Tehát csak meg kell adni az azonosítót, hogy mire lehessen lerakni. Add, és akkor ott van. Remove-val meg, gondolom, kitörli. Lehet kísérletezni vele. Aztán megint ez az oldal. Van rajta item generátor is. Biztos jókat lehet összerakni. De mondom még egyszer, nézzetek körül, itt vannak a menüpontok. Van rajta a Minecraft Tools weapon generátor. Ja igen, ezt azt hiszem azért raktam be, mert hogy
voltak olyan kérdések, hogy hogyan lehet olyat csinálni, ami, mit tudom én, több életet ad, hát itt van, generic max health, és akkor hogyan adja hozzá, csak simán hozzáadja, vagy megszorozza, ha jól értem, ezt akarja jelenteni, és akkor itt beállítom. És abban megkapom a kódot. Aztán megint a Minecraft Tools, csak a könyvgenerátor miatt szedtem ki, hogy ezt mindenképpen bemutassam. Ez olyan szövegszerkesztősdi, tehát ide írom be, amit szeretnék, és akkor így megformázhatom közben. Hogy. És akkor generate. És akkor így néz ki az a könyv, amiben ez lesz a szöveg így. Az egyik fele meg fekete, a másik zöld. Lehet több oldalt hozzáadni, de nem fogok minden végig menni. Nézzetek körül. Aztán tűzi játékgenerátor, az is tök jó. Milyen legyen az egyik szín, a másik szín, milyen alakjú legyen. Hozzá lehet választani effektet. Ja, ezek ilyen nem kötelezők, mert itt a színnél. Meg lehet többet is, nem tudom, hogy működnek a tűzi játékok. Nem nagyon használom. Milyen magas előjek ki? Nagyon magasra. Validate, ja igen. És akkor itt van, megadja, hogy hogyan lehet GIF-ben, meg Summon-ban is. Hát ugye a különbség az, hogy a GIF-nél megkapom a tűzijátékot, a tárgyat, a Summon-nál meg ugye mindjárt megidézi, és kilő a tűzijáték. Itt van a kraftolás recept is hozzá. Tök jó. Szóval ezeket az oldalakat gyűjtöttem össze, érdemes rajtuk körülnézni, mutattam, hogy valamelyiken több generátor is van. Ha valamit nem találtok egyik helyen sem, vagy én nem mutattam be, akkor beírjátok a Google-ben, mit tudom én, fill generátor, mondjuk erre nem hiszem, hogy szükség lesz, de ha mégis, akkor beírod, hogy Minecraft, fill generátor. Ha ott se jön ki semmi, akkor tudok javasolni még egy oldalt, a Minecraft Home fórumot. Ez egy fórum, ugye Minecraftos téma, főleg Minecraftos témák vannak rajta. Na, magyar, úgyhogy itt fel lehet tenni a kérdést. Például ilyen restonos kérdést, itt azt mondja, hogy például reston mechanizmusokba gondolom, de itt biztos itt vannak a parancsok, aha, summon, meg scoreboard. Szóval itt fel lehet tenni a kérdést, illetve segíthetsz másoknak is. Érdemes például, érdemes lenne csinálni egy témát ilyen hasznos oldalakról. Ja, szóval csak ajánlani tudom. Oké, azt mondom, megmutatom, hogyan tudjátok használni a parancsokat, bár szerintem ezt csak nem kell elmagyarázni. Leraktok egy command blokkot. Ja, hát egyetem úgy kezdődik, hogy per, és ha nem írom el, akkor give a nevetek, aztán minecraft2.commandblock, akkor kaptok command blokkot, lerakjátok. Ha megvan a kód, amit csináltok a generátorral, másoljátok, ide beillesztitek, Ctrl-V-vel lehet beilleszteni, a Ctrl-A-val jelölitek ki az egész parancsot, a Ctrl-C-vel pedig másoltok, a Ctrl-V-vel meg ugye beillesztetek, ha esetleg többször kéne felhasználni ezt a parancsot. Done. Futtatom. Igen, a tűzjátékot másoltam egyébként, megkaptam a tárgyat. Ezt a videót egyébként 2016. január 9-én veszem föl, tehát ha utána nézed meg, és nem működik valamelyik oldal, hát most ez van, nem tudok mit tenni, használd a Google-t, keres másikat, használjátok egészséggel az oldalakat, vagy ha nincs olyan közte, akkor használjátok a keresőt, ha azt se talál, akkor használjátok a fórumot, ha ott se tud senki válaszolni, akkor legvégső esetben írhattok e-mailt. A kézikönyv óvjon.